Sziasztok, játékmesterek, és a mai videóban folytatjuk az Assassin's Creed 4-nek a Black Flag nevezetű részét. Hát, menjünk a következő küldetéshez, ami nem tudom mi lesz. Folytatjuk ezt a kínai játékot. Az előző résznél már elkezdtük ezt a játékot, amit ugyebár aztán ki is derült a játéknak ugye a legelején még, hogy ez csak egy ilyen... Ha észrevettek? Ha észrevesz meg, baszki. Mi megismertek, mert ez a ruha rajtam van, basszus. Baszki. Na, ki ez? Ez a csávó, nem? De. Ez a mosolygós csávó, nem? Не хотел, чтобы испанцы меня увидели. Ну что вы, что? К несчастью, солдаты конфисковали мой сахар и вашу сумку. Черт! А куда пошли? Nem vigyánul tiszta vér zsupófán. Nekem vissza neki van úgy, hogy... Лучше не страшно. Черт! Ладно, нам надо вернуть свои карты. Ők verték meg, amit magyarázott. В кальсонах унесем. Megverem én őket szívesen. Mégiscsak a legénységemről van szó, is a barátomról magyarul. És követnék őket. Hogyha bekapcsoljuk az ellet, akkor ilyen pirosról látjuk az ellenséget. Azaz, ja. És ennyi. Még most nem így bekapcsolni, ha látom. Hát azt jelenti, hogy haver. Hova sietsz ennyire, basszi? Mindek majd az útba is szerint tényleg mindenki. Halló? Jó, hogy az arénáiban nem lehetünk ki, mert akkor számlál. De most tudom miért, hogy belemegyek a körbe a pirosoknak. És verekedni kell, vagy mi? De bekacsom hiába. Mi van? Szív. Persze, hogy bemegy a pirosokba, akkor olyan könnyű úgy. Ah, itt van. Hoppá. Sikerült bekapcsolnunk. Ők a sárgába jelöltek a mi kiszemeltjeink. Ők bemennek oda a pirosokhoz. Persze megint bemennek oda, én meg nem tudok utánuk menni. De maradnak sok helyben van, nem tudok utánuk menni amúgy. Ezek ilyet emberek is küzdködnek. Megkörni megbírom, csak minek? Ez elég érdekes. Előbb észrevettek, az volt a baj. Mi? Van már morra, hát hogy az a nyolcat. Hát van már, hova menjek? Ja, üldözni őket? Hát jó, van, hogy gyorsabbak, nem, akkor sok értelme. Na, de... Imád ezt a játékot, akkor csak így össze-vissza ugrálni a karakter. Hát de hova, úgyis tovább futnak ezek a szerencsétlenek. Hát de már!
lebuktam. Persze. Ez elég hülyeség ez a misszió. Érteni fiatékos nagyon látszik. Úgy van. Ja, most ide kezdjük el. Meg kell őket kapcsolni. De most miért teszi le? Ja, látni kéne őket, hogy merre futnak. Csak éppen a futók, akkor leveszik. Így is látjuk. Oda futni kell utánuk. Mert én elég mentem, ugye bár ezt az évet buktam le. És ez miért van amúgy? Hát én nem tudom. Előbb azért csesztem, mert elég futottam. Hát ez eléggé fura, eléggé fogyatékos misszió, hogy mondjuk azért. Ez a játék az, amit aminek kell tényleg, hanem így. Amire álljtok már meg azért. Legalább van check, hogy nem az egészet kell előrök, mert megszoktam a Gator 4-től. Tudom, ahova azon nyíltak volna, te beszélök. Hogy küljék is tudom, mennek. De úgy megverem őket, hogy megfogom őket, baszki. Fogok repkedni, fog mindenfelé. De nem is vesznek észre az arisz benne amúgy. Ez hiába futok mögöttük, nem vesznek észre, mivel nem a pirosban mennek bele, az a lényeg. Az igen, disznó. Nem. Na, mi van? És mit kell csinálni? Ez mi volt? Jézus Isten, ez mi a szar? Mi ez a kör itt körött? Jó, most tudom. Hát előbb még nem jöttem ezt a játékot, szerintem a köriben nem voltam benne, az volt a baj. Ezt elcsesztem. Hát reméljük, hogy lesz a legelejére. Jó van. Ja. A körbe nem mentem bele. Az volt a baj. Most már csikőjön, mert az a misszió, azok unalmas, hogy a misszió küzdködik. Olyan új nekem a játék, ne csodálkozzak, hogy elcsesztem. Előző részben csak egy missziót csináltam, mikor egy kettőt. Nem is a missziók a fontosak, csak a játszak el. És mi ez? Persze. Hát de baszod. Ennek mi értem? Vagy az van, hogy észrevesznek, vagy az van, hogy belemegyek, akkor ebbe döntsétek, hogy mi bajotok van. Tehát misszió nem lehet megcsinálni, mert mindig valami baj van a játékunk. Vagy észrevesznek, vagy belemegyek, akkor döntsd már, mi bajod van Istennél. Hát ez így tudni ezt a missziót. Unalmas van. Tehát mindig valami baj van Istennél, van kitalálva a hülyeségét. Szóval bújják, hogy legyenek észre Istenem. Én mondok a szarnak, hogy a szétek a mennyeket, ezt haladjunk már már a magas volt a szar. Kinyomodok, mint az. Ó, a kör mögöttem van nagyon. De nem maradjak róluk. Mi történik itt most? Kíváncsi vagyok erre a misszióra, mi ez mondom, unalmas egy kicsit. Én már kezdem el mondani. Ja, most valami kivégzés van. Á, most még kivégzés van, jól látom. Régen is ezt csinálták, levágják a fejét valamivel, hogy bekötik el össze egy ilyen kéz támaszba, aztán pedig
De most ott miért, milyen, de most akkor most miért kell variálni? Előbb minden is őt kell követni. Hát igen. Én most átlátjuk a falokon. Én gyerekeként beszorok mindez a misszérök, hogy ége van baszki. Már majdnem egy 5 perce követjük ezt a szerencsétlen, mert elcsesztem már ki 3-szor is. Kinyírjuk még máma. Szerintem mondom, be fog menni a várba, fogadjunk, vagy oda bentre, és tud nem ők utána menni. Igen. Ez mi? Igen? Ez a vár. Én nem mondom, hogy jó. Nem bemegy a kocsmába. Ha? Ott a kulcs. Basszus, hogy megy ebben. Tetőn lehet bemászni. Tudni be lehet mászni a tetőn. Figyelj, de még a tetőn be lehet mászni. Hát elcsészem, akkor így jártam most nem be. Ha itt van alattam. Ezt kijöltek. Ez hülye. Mit mert a nyomoréket, ez hülye. Új, az leütött, lerúgtam a picsába. Megint, ez ki volt? Na, oly mindent. RTA, ja is be kell ugrani a bal. Ágyunk meg minden. Hát én is hozzám, hogy kimegyek a játéknak a szélére, mert úgy elmegyek a játékba, Istenem, hogy ezt a nyomorékot követem, Istenem, mindenfelől. De legalább átlátok a dolgokon, ez már egy jó dolog. Hát baszki, úgy belenyomnám a fejét valamibe, vagy nem tudom, hogy megölni, elölöm már. Vagy mi ez a kulcsom, hogy meg kell ölni, vagy mi van? Szerintem úgy lehet, meg kéne ölni kit. Amúgy lehet tényleg azt kell, meg kéne ölni amúgy. Csak tud olyan, hogy ne vegyék észre, hogy mindenfele őrök vannak. Kipróbáljuk, hogy megöljük, akkor mi lesz? Na észreveszik az a baj, mert kicsit se feltűnő amúgy. Meglátjuk. Szerintem tudja, hogy ez kell. És megint jön egy vissza, hogy a dobe tuti. Vagy lehet, hogy meg kell ölnünk ott, ahol ugyebár elő volt bent. Most vissza fog menni ugyanoda? Ha visszamegyünk ugyanoda, akkor minden igaz, meg kell ölnünk ott bent akkor. Ha, meg kell ölnünk bent. Meg kell ölnünk ott bent. Tudi biztos. Ez már 100%, mert már ott nem veszik észre. Oké, megvan. Ja, megvan. Megvan, gyerekek, kész van, megcsináltuk szerintem. Csak hova kell menni, megnézem. Érzem a térkép. Jó, itt a Becka térkép jött én meg. Most visszakény ennek a szerencsétlennek a kulcsot beszarok. Hű, itt hova megyek le? Várjátok. Szerintem meg kell csinálni ugyanazt, csak hogy én bele kell nyesni a szalmába. Akkor ki kellett csak nyírni a Charles-t magyarul. Ajaj. Baszki. És lehet majd köröznek. Előfordulhat. Mert ha kimegyek a körből nagyjából, próbálok lejutni és oda viszem ennek a Dagot Charles-nek a cuccot. Vagy kulcsot, vagy nem is tudom mi ez. Nem tudom, még kell neki a kulcs, de majd meglátjuk. Ugye most észre fognak venni? Nem.
tudsz átmászni rajta, vagy ez ami jó. Akkor nyilván arra kell menni hülye. És persze, hogy ott vannak az őrök mindig. Úristen, tele van őrökkel. Én azért félek az őröktől, mert nem bízok a játékban, mert kicsit lehet, hogy majd észre lesznek, azt elkezdenek üldözni, misszion fél, ilyenek. Nem biztos, de én azért nem vagyok ebben biztos. Itt a Charles az adlagban most nézem. Hát, kínódik az ember a játékot. Mi az? Most már sikölni fog szerintem. Ha bele kéne ugrani abba a tudva. Szénába. Haladjunk, mert aztán meg az lesz, hogy egy misszion fél lesz, mert nem vittem neki oda. Itt lesz a kikötőn? Hogy hova? Nem vissza kell neki amarra vinni? Hú, de jó! Na most akkor mit nyilváltak? Úristen, most eljött éve nagyon. Hát hogy megyek oda a várba? Érdekes. Hát mi bemenjek, az befussak közöttük. De akkor elkapnak. De akkor elkapnak. Mindig megkockáztam. Szerintem befutok háromra, egy, kettő, három. Aha, az volt az. Ajjáj! Nagy már ne hülye köcsög, na. Na már! Kicsába! Úristen! Na, rontam el a yard! Új mellé! Háá, hülye köcsög. Édesanyjátok. Új, te győr! Na! Hova kell vinni? Jaj, ide be! B! Húzzunk be gyorsan! Jaj, nem, mert ezek animalikok rajta majd, de akkor hogy menjék be oda, te hülye? Így van, jó van, persze, dobáljátok még, lövöldözitek. De, és mi van? Ez a rohadt mászkálás, és a csávónak beszélni. Úgy van, öljetek meg. Hát én beszélek. Jaj, more, hát ez izgalmas. Ez nagyon szar eddig ez a misszió. Hát az, nem is értem ennek a misszió, csak értem van amúgy, mert bejövök a szegyből, ilyen 8000-re rám támadnak. Ennek sok értelme, hogy bejövök, azt mondja, hogy szétlövöldöznek, meg szétdobálnak. Ó, hogy rohadásért fogom ezeket a idióta hülyeségét a játéknak. Már ez is kezdi, ne aztán, hogy csak a GTA-t ilyen fogyaték, hogy úgy látszik, hogy ez is az. Na! De ne egy már, te szere... Ez hülye. Akarjátok már, büdös, rohadtul édesanyjátokban, hogy nem tudtok a jobb kínlódást eltalálni. De miért mászol föl, te hülye gyerek? Hát, miért fölrúm ezt a csávót, Isten, hogy mindig mászkál jobbra-balra. Ez a legnyitább, az Enrico mászkál össze ezt a hülye gyerek. Persze, jó van, 100 oldalról lőtt ütögessetek. Hát ez hülye. Ez nem normális. Értem, mit kell csinálni. Az a baj, hogy harcoljak meg mindent, de ezt nem gondolta a játék. Úgy van, persze, hogy neki támadja orrám. Úristen! Hát ez nem jó most. Istenem. Na, most tudom ezt a szart. Ez a legegyetemi fiatékosabb visszaírni, hogy miért lehet bemenni? Jó van, persze, jó van. Ez egy összehasonló. Csak olyan missziókra gondoltam, nem ilyen értelmi fiatékosabb.
Aztán már fűtek így jó út is szóval. Tehát ne se lehet őket rázni, hogy ezek mindig ott vannak, hogy mondtuk. Na? Mi van, követtek még? Leráztok. Beszállok, leráztok. Mi van, most itt kell csinálni? Az jó kérdés, hova menjek most? Ja, most hagytak le. Hát lehet, hogy majd megint elkezdenek küldözni, hát akkor nem tudom, hogy ez. Próbáljuk meg emelőkönni. Ne ugolj, hát ez szerencsétlen. De more, hát akkor hogy a édes anyámba csinál meg ezt a retkes missziót, akkor mindenhol ezek a szarok vannak. More, erre a játék nem gondolt? Mindegyikus anyátokat meg. Persze jó, ti is istenem. Hát akkor felmászok ide, azt itt rázom le őket, ha nem lövöldözném. Szóval másfél lehetett ezt a szart meccsen, mert nem lehetne ezek a nyomorék cipelnek, mindig csak üldözök. De most mindig le fogom őket rá, azért reméljük, hogyha ez a nyomvat paraszt nem lövöldözne. Már elég a gyémszió, mint mondjuk. Meg szar is. Semmi érde nincs, hogy be kell érni a várba, de a játék az olyan hülye, hogy minden szart kitalál. Már kicsit már unalmas a játék. És nem a játék, hanem az a ratkes misszió. Már kb. Két, már nem tudom hány perc ezeket a szerencsétlenket üldözgetem, aztán lekijutni a csávot, mert bekijut egy ilyen katonai bázisszerű szarba, nem is tudom, ez vár. Ez hülye. Ez hülye a csávot. Ne basszál már fel, most már kajakra, már unom ezt a szar missziót. Jó, bent vagyok! Bent vagyok! Végre, Istenem, ez a szutykot. Jó, marad. Nagy nehezem. Jó, hogy mondtam, unom ezt a szar missziót. Mi? De lehet úszni. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. És vissza kell jönni a csávóhoz. Hát jól nem már végig lenne. Szóval most is így ízni beszélek. Jó, lehagytak. A nagy nehezem. Egy kajakor, hogy már egy évig üldöznek, baszki, de mászkálni. A Chávez örökké mászik. Annyira így utálni. Ha neki mész egy kis botnak, hogy nem tudnak, egyből felmászik. Jó, nagy ez az én krigert ennyire. Mindegy. Hagyja már mi a misszió, hogy például valami hajókat késésztem, ez elég gagyi volt. És itt csak köbben csak olyan nem ilyen, annak a Chávónak kell segíteni. És mi van, vissza kell mennünk a hajóhoz? Ha? Ez a mi hajónk minden igaz, nem? Mert végre vezethetjük első hiszen. Ez már kicsit jó, nagyobban örülök neki.
De mit szereztünk amúgy, hogy ez kicsit kérdekes. Meg is gyógyult a szemem. Gyorsult. Зачем вам этот оскарб? Идите к Нассау. Живите вольной жизнью. Эх, разве я не слыхал про пиратов Нассау? Это же притон. Нет, это приют свободных. О, Боже. Вот приключение. Но нет, нет. Я муж и отец, у меня есть обязанности. Жизнь не только приключение, только. Эй, Боннер. Меня зовут Эдвард. Ennek közül ott pipázik hátul, hogy nem is tudom mi az, hogy hívták régen. Pipa azt hiszem. Most mi úgy hívjuk. Na. Hát én nem különözök meg, én is jól csinálok. 80% lett, nem is az. Még feltesz rá egyet. Na, nem, 80%. Az képest nem is a rossz. Ó, de nem hagyott kezdetni, pedig ideje volna volna. Még gondoltam, missziókat kell csinálni, de ne ugrálj már, haver! Fú, az, hogy nem lehet rendesen menni, mert mindig valami botoknál, ami megtalál, mindig ráugrik. Most is minek ugrálik már. Köszönöm! Mik ezek a virágok? Azok, ezek a hölgyek. Nem beszélgetek, én berugott öreg asszonyokkal, köszönöm. Az egész terület tele van rendőrökkel, hát jó Isten. Nyugodtan csincsen, mindenhol tele van ilyen sárga ruhás rendőrökkel. De még már szól. Mi van? Na. Isten, érdekes az a karakter. Meg az a baj, az a futásra fura, hogy te fut is, akkor nem lehet megállt, hogy mindig neki megy valaminek. Olyan, mint a Sonic. És te Charles. Oh! Azt láttátok, hogy belerúgtam a nyakájba? Aranyládika. Most mondom, hogy nem piszkod a gyerek, itt most inkább csak missziókat csinálgatom, a videón kívül majd gyűjtegetek meg hajók, az mi ilyenek. Vagy lehet lesz egy olyan külön videó, hajózok majd. Csak azért itt a sztoriával haladjunk, hogy tiltok azért legyen a játéknak valami kis sztoria is. És ismeri meg egy embereket, meg ilyenek. Begondoltam. Olyan, mint egy város. Még az is szerintem. Vissza. Nézzük ki ez. Csavarácsozva. Ez olyan új csávó lesz, mint a G5-ből, meg ilyesmi, új embereket megismerünk. Mr. Duncan Alphal is Anglii gubernatorul. Valagyar, on minyas győ. Szerintem, hogy valból, Edvér, por favor. Hoppá. Köszönöm. Dik. És akkor most megengedték, hogy bejöjjék. És ezt tudom? Nem üzik azt, hogy én izé vagyok? Gonosz. Kaj, nem lesz futni. Anyám. Ja, most itt lövődözik az embereket lefele, mint régen, hogy így aki nem csinált, amit akartak, azt lelövik. Vagy mi? Vagy csak lövés versenyt csinálni. Én csak kipróbálja. Én nem. De. Úgy tudtam. Csóri emberek. Nem is emberek azok ilyen izék. Mik mázok. Bábuk. Jézus, hogy lesz. Вероятно, просто хотела меня подразнить. Привет! Наш почетный гость прибыл. Дункан Уолл. Член Дюкас. Надеюсь, вы не лукавите, переходя в наш орден. Ассасинов я не люблю, но лжецов ненавижу. Поверьте, я вас не разочарую. Готовы разняться, Дункан? Akkor mi is lőhetünk? Hoppá! Még a háromban is ilyennel lövöldöztem, ezért tudom nagyjából mit kell csinálni. Nézzük, hogy mit kell, hogy kell lőni itt is.
Ugyanúgy. Állítok, közelem megyek. Nem mutatja a játék. Csak az ellenséget mutatja, az a bábukat. Ez mi? Neki kell választani. Igen, RT, és akkor így be kell jelölni, és gondolom le kell jönni RT, ugye? RT, most is. Nem RB, nem RT. Ugye? Nem sikerült találni, váltok. Na végre, ez telibe. Viszont is meg kell jelölni. Az is. Tudok jelölni morre? Mindjárt ki... Na, meg a bírt, mert nem látok. Tudok jelölni, mondjuk én inkább kardus leszem ez a csávó, de... Jó, van, tegyétek oda be a bokorba. Miért azt akarja, hogy lelövöldözöm, nem értem. Veszélik a csávóval? Aha. Én meglövőzöm az embereket, nem rossz ötlet volt. Mindig. Nekipróbáltam. Nem nézd be előni. Ah, csak feleslegesen lövöldözte meg. Na mindegy, jó, az, az mi? Jaj, olyan kés, ami a kezeden van, vagy hogy mondják azt. Hoppá. Vagy nem tudom mi az. Valami készszerű, valami. Na most akkor mi lesz? Most a korságákkal együtt vagyunk, vagy most akkor ez hogy lesz? Hétlen azt ezek igazi emberek már. Azt hittem, hogy aztán kijött ezek csak én szalmába tűnött ruhába. Semmi cuccok vannak a fejnél, zsáknak. Itt is azok vannak beszél. Csirkék. Sziasztok, pipik. Ott hogy elcsolni beszélek. Eddig álltak a disznókat találkoztunk, csíkékkel, meg bánával. X. Jaj, mint a Predator vált, aki kihúzza. És akkor rá kell támadni. Fuck. Ujjj. Olyan, mint a Predator kihúzza, és akkor az epic volt. Na, tetszett. Mehetünk. Úgy lehet, hogy mutattak volna több íz minden, de engem el is érdekel csak. Majd nézzük a videókat majd. Elég volt ennyi. Ez is elég volt. Baszki, ez rohadt benne. Úgy felturboznak, hogy már... Szerint ez lesz. A csávon nem érdekes, nem tudsz fel mindig. Féltestek igen. Amúgy esküvő jól néz ki. Ez a árnyékolás, ez olyan, mint a gétjök, nyilván. Mint a fák. Mivel mindig árnyékolunk, de... És rohadt mellett a szeretőt, baszki. Én azt mondom, hogy ez csak ilyen VR-os világ, nem az igazi, az a játékember volt. Hát te vagy benne, nem az, ez csak egy ilyen VR játék. Sajnos. Az összes az az inkább az igaz. Kár pedig jobban, hogyha igazi lenne. Takarítasz, Chávez. Meg igazi embereket nem kell megölnünk. Így kinézem be ők. Ki? Mi a főnök? Простите за назойливость, но удалось ли вам спасти все то, что было обещано мне? О да, сэр, удалось. О, не, возьми.
людьми. Ассасины добились большего, чем мы думали, но нас им не остановить. Рад наконец встретиться с вами. Куда тут наки? Добро пожаловать. Минек? Нам есть что обсудить. Mi ez a páncélcsávó, te Jézus? Azt tudom, hogy a csávónak van ám ember. Minek adtuk neked ezt a izét, ezt a követ? Eladtuk volna valakinek, azt adott volna itt a többi mindent. Mindegy, érdekes. Elég nem fognak vele kiírni, aztán kiírnak. Anglia, Francia, Hispania, граждане прогнивших империй. Но теперь вы тамплиеры. Тайные подлинные правители мира. Прошу, дайте мне руки. Помните нашу общую цель. Вести всех заблудших, пока не найдут дороги. Вести пылающих страстью, пока не утолят сердца. Вести всех пытливых, пока не умерят разум. Можешь повторить. Во имя Отца понимания. Приступим же. Most egy küldetést ad nekünk, vagy most akkor felfogadott ilyen embernek? Десятки лет назад совет доверил мне найти в Индии забытое место, которое наши предки называли обсерваторией. Смотрите, взгляните на эти изображения и запомните их. В них скрыта важная история. Уже два десятилетия я пытаюсь найти обсерваторию. Там, по слухам, спрятан инструмент невероятной важности и силы. Некоего рода армиллярная сфера. Это устройство даст нам возможность следить за каждым человеком на Земле, где бы он ни находился. Представьте, что будет в нашей власти. Тогда между людьми не будет больше секретов. Ни лжи, ни обмана, лишь правда и справедливость. Вот зачем нам обсерватория. И то, что в ней должно стать нашим. Мы знаем, где... Килет Фостунеча, вот. Узнаем. У нас в руках единственный, кто знает ответники. Робертс, бывший мудрец. Истинного мудреца они видели уже 45 лет. Мы уверены, что он не шарлатан. Мы полностью уверены. И ассасины придут за ним. А, ой, нам ментеме. Несомненно, но благодаря Дункану и сведениям, что он привез, ассасины перестанут нам докучать. Все станет ясно завтра, господа. Я не майор Ленна. Мега Энглиш из окей де кино. Давайте. Лет с Xbox'ом, чек из за фуфы, не знаю. Мы найдем обсерваторию вместе. Пердакаш. Тогда короли падут, Юнка. Духовенство отступит, а сердца мира станут нашими. Ну так хюре. Да я уже чего не тетик, жвега. Не вот он сазалик. А то мы его сунем уже. Не вот он, не вот он. Да, миен чего я на козем бенек. Уйди с книги Титан. Дыхайте, Дунка. Ваш изнецу цукор. Завтра придет серебряный флот и ваша награда. Затем обсудим план дальнейших действий. Ну я миссию начну сегодня. Мы мимо не машко вышли там. Буду ждать вас в гавани завтра. Я иду бедал лап хармот, мы кинем чем ведь кетут. И что надо миссию? Ну зил. Я не чек. Кирок так. Окей. Мне к мне не раскопни, мы бы фейки я твои это, я. Ну. Ну вот там он дает. Egy videó az legalább kettő missziót meg akarok csinálni, legalább hármat is, ha lehet. De ez eddig már három lesz. Oha. A néző videó azért nem volt három, mert elkezdtük. Hát nézzük, hogy ki akar minél, annyira jó. Ez lesz, mert lejöjjöltek. Most visszakerjünk a legénységünkhöz. De akkor olyan, hogy most tök olyan, hogyha hajókat lövöldöznék, és hülyeztenék egy olyan missziót, ma úgy várnak. Ez a misszió az nem volt nagyon durva, csak oda kell menni, hogy csalveszed az beszélt, azt ennyi. Én megkaptunk egy új ízét, szokatom kombináltat, azt ennyi. Más, úgy dolgokat nem kaptunk. Ugye a hajónkat ilyenkor lehet vezetni, amúgy? Kíváncsi lennék rá, amúgy. Mit akarsz, Puffy? Csalvesz. De nem is az. Ugye ez a... Ez a varrusszajú csávú. Mert én a szájjelmel a kriesztől néz ki.
подонком. Сюда! Эдвард! Эй, Эдвард! Я нашел того, кто купит оставшийся сахар! Большая удача! Он назвал вас Эдвард. А, купец, который привез меня. Ему я представился чужим именем. Мудро. Свидимся, Бонна. Удачи. Лишь. Вы пунктуальны, Дункан. Сюда. А мы с вами акцию Вот он. Тот, кого тамплиер и ассасин искали более 10 лет. Я не знаю, где я буду работать. Это так? Думаю, ты узнаешь это. Ай-яй. Если верить преданиям, чтобы войти в обсерваторию, нужна кровь мудреца. Ключ у нас. Ой, не с кем-то наши, чабу. Возможно, сеньор Робертс нам поможет. Доставьте его в мой дом. Let's go a üreg csávó után. Kik ezek az emberek? Velünk vannak. Ja, már mondja, ennyit tudjátok már az útból. De ne szaljunk, na most. В одном из писем вы сообщали о желании убить наставника Майя Адабая. Вам удалось воплотить его в жизнь перед отъездом? Я... Нет. Most egy csávót visszük középen, és őrzik középen a sárgarúvás katonák. Az igen, átfolyt a lába. Buk. Van mint a gate. A gate is tele van bugokkal, most ez nem lenne újdonság. Egy játék nem lett tökéletes, de van olyan játék, ami tökéletes, de nem kell egy játéknak tökéletesnek lenni, ez kitörik ő. Buk. Ez van, attól jó a játék. Na most, hogy miért kell futni? Megszökött? És mi van? Ezek kik? Mi van? Mit kell csinálni? Ilyen fehérruhás asszaszinok vannak, baszki. El akarják vinni a csávót. Annyi ott vannak a tetőfönt. Annyi életet. El akarják vinni a csávót, vagy nem tudom mi az. Vagy kell nekik a... Mi az már az a kék gyöngy, vagy mi az. De már ott. Jó. Nem lehet X-szel megszúrni őket? Úgyhogy mutattak. Annyi életet. Ennyien vannak ezek. A fém csávó is jön már valamit. Ezt el leszúr. Anyádat. A fémcsávóhoz kb. Semmit csinál, csak ott áll egy helyben, azt így néz, mint a hülyek. Ah, úgyis a dalbobnak. Majom képű cigány. Miért nem segítesz? Anyád, ezt most nem fülyülök. A csávós, csinálj már valamit, mert téged is megöllek, ha így haladsz. A borolvékokban. De megint úgyis, persze, hárman is rám. Nem csináltak valamit, köszi. Fel is szúrok. Rohadték! Csak egyedül én lehetek? Jaj, jó, mert ő megoldja. Akkor te jössz. Amúgy vannak amott is, ne aggódj! Mi van bár nekem? Ah! Azon mindenre figyelni kell egyszerre. Megint a fém csávó nem csinál semmit. Nem beszélök. Oké, eltűntek. A tetőn vannak még. Mi van? Hát érdekes ez a misszió, ismételtem valami hülyeséget kitalált a játék.
Biztos. Érdekes. Ja, a csávót kéne megvédeni. Akkor maradjál itt. De baszkét, egyből engem jutni le, Isten, mindegyik. Mi van, nem tudok felkelni. Ez ennyire lesz. De ez a vén csávú is hova fut, ennyire beszarok. De mágint rérám jön mindegyik, hát beszarok. Hogy lehet lemaradtam róluk, az volt a baj. Előfordulhat. Ez már mor, hát Isten, hogy 8 oldal mennek ülnek, hát nagyon jó így. Úgy van, kapja el, hát Isten, ilyen hülye cigány. A kacsa! Én csávó, te hol mennek? De ráfosó, amúgy, úristen! Persze. Nagyobb kínálódása nem is tudnak ellenni amúgy. De ez a fémcsávó megint nem csinál semmit. Fú, hogy de haver. Olyan érdekes, hogy nem tudnak segíteni nekem, csak ott állnak egy helyben, mint egy bálva szemű köcsög. Én fülruglak. Miből vagytok már more? Hát fémből, vagy miből? Jézus. Ez elnyert végre. Megálljál már lefölő. Bütös paraszt. Sikerült? Ennyi kellett volna csak megcsinálni, mert lemaradtam, az volt a baj.